Még mindig óriási a szakadék a férfi és a női bérek között. Átlagban évente 59 napot ingyen dolgozik egy nő. Ekkora a férfi és női bérek közötti különbség, és az itthon sokkal rosszabb, mert ez 72 nap ingyen munkát jelent. A Magyar Szakszervezeti Szövetség női tagozata szerint nem csak a versenyszférában tapasztalható a különbség, hanem ott is, ahol bértábla szerint foglalkoztatnak. A 100 forintos hiányzó része jelzi, mennyivel keresnek kevesebbet a nők hazánkban. Amióta az Európai Unió tagja vagyunk, azóta mérik ezeket az adatokat Magyarországon is. Sok esetben ki sem derül a bérkülönbség, mert a fizetéseket titokként kezelik a munkavállalók és a munkaadók. Így nem tudnak mihez viszonyítani a dolgozók, hangzott el egy nyíregyházi konferencián. Ennek számtalan oka van. Részint azért, mert Magyarországon a munkaerőpiacon rengetegen dolgoznak minimálbéren, ugye ott egyforma a bér, de közben, ahogy megyünk följebb a kereseti sávokban, ott viszont nagyon magas a bérrés. Az Eurostat legutóbbi az idei statisztikája, amit március 8-a környékén jelentetett meg, a felső vezetői szinten 33,7%. És hát az a probléma ezzel, hogy a nőket kevesebbért veszik munkába. Tehát eleve a társadalom beárazza a női munkákat, a szociális területet, a gondozást, a takarítást, hogy ne mondjak ilyen triviálisat, és eleve. De azt tapasztaljuk, hogy egyéb munkákban is a férfiaknak többet fizet a munkáltató, szívesebben fizet többet, és a nőknek kevesebbet fizet. A legutóbbi statisztika szerint a felsővezető férfiak és nők között 33,7% a bérkülönbség hazánkban. A szakszervezet női tagozata tavaly határozta el, hogy tesznek valamit a bérrés eltüntetése érdekében. 2016-ban kampányt indítottak és különböző konferenciákat szerveztek. A szakszervezet fő célja, hogy egy asztalhoz tudjanak ülni a döntéshozókkal. Tehet a kormány, a szabályozókkal, az ellenőrzéssel, tehetnek a munkaadók, akik nem diszkriminálnak, ugye ez egy jogsértés, ez egy abszolút megállapítható diszkrimináció, hiszen az egyenlőértékű munkáért egyenlő bér jár. Ez részint az alkotmányunkban nincs benne, Magyarországon ez egy hiba, de az európai alkotmányban benne van, és ez egy elvárás, hogy egyébként ez egész Európában ezt a jogszabályt, vagy ezt a jogát a polgároknak ezt meg kell tartani. A probléma nem csak a versenyszférában tapasztalható, hanem ott is, ahol bértábla szerint foglalkoztatnak. Egyébként az elmúlt 5 évben a nők sokkal többet dolgoznak gyed és gyes mellett is. Egyrészt a jogszabály is megengedi, munka mellett jár az ellátás is, másrészt itthon még inkább jellemzőbb a kétkeresős családmodell. A családok megélhetéséhez szükség van mindkét keresetre. Az is érdekes statisztika, hogy bár a nők bizonyos munkakörökben kevesebb bért kapnak, mint a férfiak, mégis évről évre több nő kerül be az egyetemekre, főiskolákra, mint férfi, és szerez magasabb végzettséget. Vendégünk a stúdióban Petes Sándorné, a Magyar Szakszervezeti Szövetség női tagozatának tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tegyünk egy kis történelmi áttekintést, hogy honnan is ered egyébként a női és férfi bérek közötti különbség, mert hogy nagyon régre nyúlik vissza. Így van, ez nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. Hát már arról is beszélhetünk, hogy az első, amihez a nőnapot kötjük, 1857-ben, amikor a textilmunkás nők kivonultak az utcára, már akkor az egyenlő bér is ott volt a követelésükben. De miért kezdtek el dolgozni? Hát azért, mert a fiúk elmentek a háborúba, és muszáj volt a családot fenntartani, tehát muszájból. Nem is ezzel van a gond, hogy a nők dolgozhatnak vagy sem, hanem azzal, hogy az esélyük meglegyen, hogyha a körülményeik olyanok, akkor dolgozhassanak, és ugyanazokkal a feltételekkel, mint egy férfi ember. Mi az, ami indokolhatja, vagy egyáltalán milyen indoklásokat hallanak a munkájuk során ma egy-egy munkáltatónál? Hát például, hogyha egy hagyományos családból 2 gyermek, apuka, anyuka, apuka elmegy állásinterjúra, neki előny az, hogy családfenntartó, az, hogy van 2 gyermeke, egy megállapodott, egy felelősségtudatos ember, és úgy kezeli a munkáltató. Ugyanebből a családból egy anyuka elmegy állásinterjúra, neki hátrány a 2 gyermek, hátrány az, hogy neki esetleg el kell menni szülőértekezletre, vagy gyerekbeteg. Tehát már eleve a megítélésnél, a felvételnél már másképp kezelik őket.
Magyarországon még rosszabb a helyzet, mint az Európai Unióban ez elhangzott. Az Unió tett egy ajánlást. Mik ennek a legfontosabb pontjai, és történt-e Magyarországon ez ügyben bármi? Hát ezt az ajánlást az Unió 2014-be tette. Ennek a legutolsó pontjában van, azt hiszem, hogy 2015. december 31-ig ezeket a pontokat az államok, a tagállamok vizsgálják felül, próbálják meg a saját törvényeikbe beépíteni, próbálják meg ezt a különbséget, a bérkülönbséget csökkenteni. Itt van olyan is benne, ami arról szól, hogy egy munkáltató, aki 50 főnél többet foglalkoztat, több főt foglalkoztat, az minden évben készítsen egy statisztikát nő-férfi összehasonlításban. Nem arra kíváncsi, hogy XY mennyi a fizetése, hanem szakmáként nő-férfi arányában. És hát ez 2015. december 31-ig ezt a magyar állam nem tette meg, mai napig sem, sőt az egyik államtitkár úr válaszolt a leveleinkre, és azt mondta, hogy hát itt nálunk nincsenek ilyen problémák, meg különben senkitől nem kapott segítséget, hogy ezt valahogyan megoldják, és mi felajánlottuk a szakszervezeti szakembereinknek a segítségét, de válasz még nem jött. Ettől függetlenül azért a szakszervezet teszi a dolgát. Persze. Hány helyen jártak eddig? Jaj, nagyon sok helyen. Kezdeném azzal, hogy 2016. 8. augusztus 15-én volt egy nyitó konferenciája ennek a kampánynak, ahol hát bizony közel 100 fő vett részt az ország minden részéről. Aztán szeptember 12 és október 6 között 7 városban, 6 helyszínen volt olyan demonstráció, kivonultunk az utcára, megszólítottuk az utca emberét ezzel a témával kapcsolatban. Nem gyűjtöttünk aláírást, csak gondoltuk, hogy kivisszük a köztudatba, a közbeszédbe, hogy felnyitjuk a szemüket az embereknek, hogy gondolkozzanak el azon, hogy nem csak a nőket érinti ez a dolog, ez bizony a családokat, a férfiakat is érinti, és úgy gondoltuk, hogy ezzel valamit tenni kell. Aztán most milyen reakciókkal találkoztak? Jaj, nagyon érdekes volt, én Debrecenben voltam ezen a egynapos kivonuláson, és úgy jöttek oda hozzánk, hogy mit kell aláírni. Hát mondtuk, hogy semmit. Hát akkor minek vannak itt? Hát beszélgetni szeretnénk. Hát még kik maguk? Hát van még szakszervezet? Hát hogy ne lenne? Hát mi vagyunk a színe java. És akkor szépen a beszélgetés során olyan érdekes dolgok kerültek felszíne. Volt, aki azt mondta, hogy mi az, hogy bérkülönbség? Hát fiatal vagyok, most kerültem ki az iskolából, hát mi az, hogy nekem kevesebbet adjanak, mint egy férfi barátomnak? Ő akkor el sem megy dolgozni. Hát de ez ilyen is hangzott, hogy az elején nincs különbség, tehát ez az olló. Így van, tehát a fiataloknál nem túl nagy a különbség, de már ott is van. És az az 1-2-3%, amikor a kezdő munka helyeken elkezdenek a kezdők dolgozni, már az sem elfogadható számunkra. Tehát egyenlő mércével akarjuk, hogy mérjék a munkavállalókat, teljesen függetlenül a nemektől. Egyáltalán ez benne volt a köztudatban? Nem igazán. Úgy nem volt rá felhívva a figyelem, úgy elsiklottak, olyan természetesnek vették. Sajnos Magyarországon a hagyományok is valahogyan ebbe az irányba vitték el a dolgokat. Egy hagyományos családmodellben, ugye anyukának még amellett, hogy munkát vállal, még átlagban napi 4 óra hossza az a munka, amit az otthoni munkával végez, a családdal, a szülők ellátásával, hozzátartozóval, gyerekekkel, egyebekkel. És ez olyan természetes, hogy anya nem keres többet, mint a apa, vagy nem keres annyit. Ha már itt a szülők gondozásáról beszélünk, azért itt, ha hosszú távon nézzük ezt a folyamatot, akkor ennek nagyon súlyos következménye van. Nagyon-nagyon súlyos következménye van, mert attól független, hogy évente, tehát a 20-25 év között még pár százalék csak a bérkülönbség, 10 év elteltével ez bizony már 12-14, és bizony, mikor elérjük a nyugdíjkorhatárt, egy nő ma 40%-kal kevesebb nyugdíjjal megy el nyugdíjba, mint egy férfi. És tegyük hozzá, hogy a statisztikák szerint bizony. Több, tehát a nők
tovább élnek, és nagy valószínűséggel magukra maradnak az alacsony nyugdíjukkal. Így van, pontosan ezért is mondják azt, hogy a szegénységnek női arca van, mert nagyon sok nyugdíjas nő a szegénységi küszöbnél él. Mi a célkitűzése a szakszervezetnek ez ügyben? Hát a rövid célunk, távon és hosszú távon. A mi célunk az, hogy a társadalomnak a figyelmét felkelteni, a gondolkodásába bevinni napi szinten ezt a témát, és elérni azt a kormánynál, a politikusoknál, hogy beszéljenek róla, hogy a parlamentbe esetleg szülessen olyan döntés, határozat, ami ezt a dolgot elősegíti, vagy egyáltalán meghallgassanak bennünket. És van egy nagyon érdekes dolog, voltunk a parlament egyik bizottsági ülésén ezzel a témával, leszavazta az a bizottság, hogy ez egyáltalán a parlament elé kerüljön. Nem tartják ezt problémának. Pedig a parlament holnapján 20,1%-os bérkülönbség van a nők és a férfiak munkabére között. Petes Sándorné, köszönjük, hogy befáradt hozzám ezt a stúdióba. Köszönöm szépen.